Na, szavaztok, ez egy olyan Minecraft túlélő videó. És ebben a videóban meg fogjuk idézni a Withert, és remélhetőleg le is fogjuk győzni. Ugye a sárkány harc után eléggé elkoptak a felszereléseim, ugye hát a páncélom, de azóta, mint látjátok, már eléggé jó feljavítottam őket, illetve még kaptak is plusz enchantokat, úgyhogy most már a páncélom is készen áll a csatára. Amint látjátok, jelenleg csak a lábszárvédő az, ami nem fullos. Egyébként úgy sikerült könnyebben feljavítani őket, és ez egy ilyen kis trükk egyébként, szóval hogyha teljesen el voltak kopva, és netherite útból egy csomó kellett volna, hogy feljavítsam őket. Helyette fogtam ilyen gyémánt izéket, felszereléseket, amiket lootoltam az End City-ből, vagy ilyesmi, vagy belül voltak, felesleg, vagy ilyenek. Azokat megfogtam, egy netherite rúddal átraktam őket netherite-ra, és összekombináltam a kettőt, és tessék, fullos set, és így sokkal olcsóbb meg minden. Úgyhogy, ja, mármint olcsóbb, de nem diába, mert hát ugye kellenek a kovácssablonok is, meg hát hogyha a felszerelés nincsen lekraftolva, akkor még azt is le kell diából, úgyhogy ja, és amit látjátok, például a csákányom is ide van rakva, és arra vár, hogy majd feljavítsam, de hát egyelőre nincsen netherite-om, úgyhogy ja, de elég is ebből szerintem itt az ideje kicsit felkészülni, ugyanis hát meg kell tennünk pár előkészületet, például én szeretnék potikat főzni. Erőpotit akartam főzni, és most jövök rá, hogy ebben a főzőállományban már van is főzve, úgyhogy király. Illetve még meg kéne próbálni ilyen hílelő potit főzni most ebben. Nem vagyok biztos, hogy a arany dinnyéből mi lesz a regenerálódás, vagy pedig a azonnali gyógyulás. Az azonnali gyógyulás az jobb lenne, de ahhoz ugye ilyen gust tír, ilyen könyv kell, amit ugye nehezebb szerezni, és az most nincs is nekem, sajnos. Illetve még egy olyat kell csinálnunk, hogy kiásunk egy ilyen alagutat. Mert az egy ilyen trükk, hogy ugye megküzdjünk a Withert-el, mert alapból, hogyha így elszabadjára engednénk így a semmi közepén, és az miért nem, ja, már lefőtt, jó, nem vettem észre, mindegy. Tehát, hogyha csak úgy szabadjára engednénk így a semmi közepén, akkor elpusztítaná az egész bázist, pölön meg nehezebb is lenne legyőzni, mert akkor lemegy fel HP-re, utána már nem lehet nyillal lőni, és akkor így felszáll majd az égbe, és akkor alig tudjuk majd eltalálni karddal, meg lehet el se tudjuk. Már egyszer egyébként túlélőben megküzdöttem a Withert-el, és ott csak úgy leidéztem a semmi közepére, és hát nem sült el valami jól. Úgyhogy most, ugye van erre egy ilyen taktika, így ásnak el egy ilyen alagutat, úgy hogyha, mint a script minolnánk, ugye, ásunk egy nagy alagutat, leidézzük ott, és így szépen megyünk hátrafele, és így közben pedig leszedjük, ugye elsőnek nyillal, utána pedig karddal, és hát remélhetőleg be fog válni ez a taktika trükk. Na, lefőtt a azonnali gyógyulás, hú, hát akkor ez nagyon jó, mert az aranydinnyét azt tudunk venni falusiaktól is, úgyhogy hát ez király, hogyha ebből lett az azonnali gyógyulás, mert ez azért sokkal jobb. Megcsináljuk kettesre, utána pedig robbanósra, és már készen is lesznek a potik. Mint még esetleg csinálhatunk, hogy hozunk tejet a tehenektől, ugyanis hogyha bekapjuk a sorvadás effektet, az lehet, hogy nem lesz olyan kellemes, és akkor a tejjel hatástalanítani tudjuk. Illetve én még akarok csinálni egy aranyalmát is, csak a biztonság kedvéért. Így van, lekraftolunk egy jó kis aranyalmát, király. És egyébként eléggé hosszú alagút a táska, hogy biztosan ne szabaduljon ki sehogyan, még véletlenül is se. Persze, hogy ilyen csódár van mindenütt amúgy, hogy még idegesítőbb legyen kiásni ezt az alagutat, de
Mindegy, remélem, hogy nem fogja rám robbantani ezt az egész sódát, mert azért durva lenne, hogyha úgy halnék meg. Hoppá, és találtunk gyémántot is, wow. Meg izét is. Lávát is. Remélem, hogy ez nem fog a fejemre esni, de találtunk diát, nice. Na hát már ilyen hosszú alagutat ástam, ez szerintem elég lesz. Én most csinálunk itt egy ilyen kis szobát, ahol meg tudjuk majd építeni. Tehát amire nem lesz most szükség. Lapát és balta. Így lesz az inventorem, hogy több cucc férjen el. Most fák is kell. Kaja, aranyalma, az ugye tudjuk, hogy miért kell. A biztonság kedvé legyen plő építő blokk is. És akkor egy azonnali gyógyulás, illetve egy erőpoti így bekészítve. És akkor szerintem így ez lesz az inventori. Ja, meg hát előtte majd meg kéne még idézni a videót, úgyhogy ilyen pill. Tehát elsőnek lerakjuk a lélek homokot. Így és így és így. És ide pedig a fejek fognak majd jönni. És akkor jöhetnek a fejek. Az igazság pillanata. Már csak egy fej kell, aki megidéződik, utána lesz meg egy kis időnk. Utána robban egyet, addig hátrálok. És hát itt lesz a nyilam, elkezdem lőni, ugye. Hú, hát nem, kicsit izgulok, de tellőleg a terv szerint kell, hogy menjen minden. Oké, hát ezt nem így kell. Oké, akkor... Na, nem tudok ugorni. Oh my god, oh hell no, man, what the fuck, man? Piff! Ujjjj! Erőpoti! Robban egyet majd! Na? Hol van? What the fuck? Mi történt? Eltűnt a vidőr, what? What? Ez mi? Hova lett? Ja, ott van. Beragadt. És most tudja, hogy hol vagyok? Már nem úgy tűnik neki. Most hol van ez? Itt van fent. De követ. Ja, itt van most már, jó. Kövessé, te! Ó, mennyit csebeztem bele. Aha, oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Már elkezdett sebezni, jó. Csak nem látok semmit. Ennek követnie kéne, nem oda fölmenni. Oké, okay, jó. Megiszok egy teját. És hol van? Nem tudom, hogy miért nem követett engem. Helyett felszállt oda. Oké, okay, jó. Hát mindegy, remélem, hogy így is le tudom győzni. Csak az lesz az idegesítő, hogy felszáll. Olyaj, eltalált az a fej. Jó, és akkor most lett izé immunis a izére. Na most még felizélek. Az erőpotim az már lejárt, jó. Erőpoti, be, jó. Ami a szar leidézett ilyen vidőrcsontvázat, nem is tudtam, hogy ilyet is tud. Ajaj. Jó, vissza. Úgy kéne, hogy kövessen. Jó. Azonnali gyógyulás, ez szar.
Na most még nem tudom eltalálni. Mi a szar? What? Oké. Okay. Nem vicces. Ja, megiszok egy ilyen izét, jó. Azonnali gyógyulás be. Hoppá, széttörje az izét, mi a szar, no? Mi a szar? Ja, nem létezik. Úristen, mi a szar? Ennek nem így kellett volna történnie. What the fuck is this shit, bro? Engedjetek ki innen, no! Engedjetek ki innen! Bro, what the fuck? Ez nem vicces! Egyik meg az aranyalmát, jó? Aki ez be, jó? Vigyen, na jó? Na gyere! Itt vagyok, hol vagy, te köcsög? De ez nem jó, mert fölszáll mindig. Ú, bakker. Na. El is tudjuk találni, ez a baj. Szétlaggolom magam. Azt sem tudom, milyen barlangrendszerben vagyok. Ú, te jó ég, hát ez nagyon nem jó. Oké. Okay. Telispónolt minden köcsögöt ide. Jó, nem. Nem játszunk ilyet. Oké, okay, jó, szavaztok. De már nincsen sok élete, baszki, de fú, ezt nem tudom, hogy... Hogy ezt hogy csinált a bakker. És most amúgy követ? Random engemet bedúrantott valami másik barlangrendszerbe, azt sem tudom, hogy hol vagyok. Fú, jó, nem követ. Jó, új terv. Mi a szar? Széjjel laggolom magamat. Áttörte, mi a szar? No! Jó, nem, még nem. De követ szerintem, vagy én nem tudom, hogy mi van. Van még erőpotim? Van még egy erőpotim? Mi a szar? Mi történt? Aha, áttörte, jó. Ez nem vicces. Engedjetek ki innen, baszki. Széjjel laggolom magamat. Itt ez a hülye vízes, és ki se tudok jönni. Menjél már, menjél már. Jó, itt vagyok a régi barlangrendszeremben, jó. Oké, itt jó vagyunk itt. Gyorsan ez a poti be. Vissza kéne regenerálódnom most. Hú, te jó ég. És szétrobbantotta itt ezt az ide. Jöjjön már úgy, na úgy, hogy kéne. Na most itt van, oké. Okay. De meg se tudom ütni, az baj. Oké. Okay. Tehát szétizel mindent. Szétlő mindent. Mi a szar? Oké. Okay. Mi történt? Mi a fasz? Na jó. Én ezt nem. Csak az endermenek ne jöjjenek, jó? És megint berobbantott ide, baszki. Menjél már, te idióta geci. Milyen izét? Ott volt a dia. Jó, mindegy, nem. Mindenki kell menni. Ott szétrobbantott a diát, fel is tudtam menni. Nézzétek, ott a dia. Jó, nem. Ki kell jutnom. Ez nem vicc. Ez már nem vicc. Mi a szar? Isten, így pedig úgy csináltam, hogy van ez a taktika. Erre nem követett. Követnie kellett volna, én meg szépen lekájtoltam volna. Erre nem követett. Erre megfogja. És egy barlangrendszert kirobbant. Annyira OP, bassza meg. De remélem, hogy a bázisra nem fog feljutni. Ugye most ászok megint egy ilyen. Megint alig van HP amúgy, de nem lehet eltalálni, ez baj. És most,
az éjslaggó, mert szétrobbantott egy csomó blokkot, nézzétek meg, ez több stack. Több stack izét szétrobbantott. És ott van, jó. És ott a csicska, jó. Az anyját milyen, ilyen messzire ellőgeci. Jó, vissza így ide, jó. Ördia, ezt kiszedjük. Kicsit kivilágítom. Oké. Nem tudom, hogy oda tudnék-e menni, mert még ezt kenget, jó. Fullon vagyok, és most megpróbálok oda menni akkor. Gyere, te csicska. De az a baj, hogy nem fog lejönni amúgy. De látjátok, felmegy, és nem tudom eltalálni. Így hogy? De nézzétek meg olyan magasan, hogy nem tudom eltalálni egyszerűen. Hát kész vicc amúgy. Azért kéne valahogy így lecsalni. Ilyen föld közelre. Talaj közelre, hogy el is tudja találni az ember. Mert így kész vicc amúgy, hogy... Na most ott van, de felszáll, az baj, amikor közel megyek, akkor le fog szállni. Vagy fel fog szállni. Na, figyeljetek, lent van, de ahol megyek megtámadni, akkor felszáll, és nem tudom eltalálni. Figyeljetek meg, hogy ez lesz. Tehát látjátok? Látjátok, egyszerűen nem lehet leszedni. Jó, kicsit távolabb. Most akkor mindig így egyeket fogok majd beleütni, azt akkor így fogom... Így lehet leszedni, vagy mi? Figyeljetek, megint ide jövök. Egyet beleütök. De ez mi, hogy nem ér el odáig amúgy ez a csicska kard? Most visszafele is szaladtam. De én ezt nem hiszem el, hogy nem ért el odáig a kardom amúgy. Hát egyszerűen ez... Ez kész vicc, bakker. Jaj, de amúgy ez a visszalökés is még bezavar amúgy a kardon. Nem is tudom, hogy belelőttem-e vagy nem. Beleütöttem-e. Oké, most jön erre. Jön erre most, de... Úgy lehet az kéne, hogy... Erőpoti, és akkor végső próba. És hát, ha az erőpotival... Valahogy le tudom. Együtt és bele, oké. Kettő ütés. Eszek. Regenerálódjak. Most kicsit vissza. Jó, az erőpotival nagyot tudok beleütni. Most regenerálódok. Gyerünk már, regenerálódjál már gyorsabban. Gyorsabban, full izén vagyok. Étel, csíkon, gyerünk már. Most kell legyőzni, még tart az erőpoti. Ki együttés. Nem. Pedig már pár lövés kéne bele amúgy, de most nem merem leizelni. Ajaj. Nem jó, hogyha szétlövi. Egy lövésből szétszedi a fél alagutamat, az a baj. Jó, hát erre nem tudok menekülni. Oké. Okay. Ez én vagyok. Gyerünk már.
de nem tudom eltalálni, látjátok, az mi? Hát rendesen láttam, hogy odaizél a kart, hogy ott célozza, és nem. Ez mi? Nem hiszem el, és mindjárt elfogy a kajám is, basszus. Egy darab kajám van. Egy csirkém van, az beszem, meg még van egy regenerálódós potim, és ennyi utána. Bakker. Ez be. Akkor most egy utolsó próba, akkor ott van a csicska. És alig van már HP-ja. Az isteni mászka nagy laggot. De látjátok, hogy nem tudom eltalálni? És ez most mi kirobbantott azt a nagy izét? Egyszerűen nem lehet egyszerűen. Láttátok, hogy teljesen ott volt a izé, és nem egyszerűen nem fog, nincsen hitboxa amúgy. Teljesen ott volt a izé. És itt sincsen már semmi kajám, nulla kajával, vagy a hitbakker. Ez csirke nem volt elég, bazd meg. Hol a híd? Ki hílpoti be. Hol van? Na oké, gyere ide akkor. Alig van élete. Hol van? Dögölj már meg! Dögölj meg, léci, dögölj meg! Nem látom. Dögölj meg! Alig van, én megvan! Megvan, ugye? Mondd, hogy megvan! Ez az! Megvan! Ezt nem hiszem el. Itt van, megvan ott a Nether Star. Úristen, te jó ég! Hú, bakker, de izultam. Három élettel élem túl. Három élettel, baszki. Ezt az OP faszt, bazd meg. Ah, ott a dia. Nézzétek meg, mennyi dia. Jajjaj. Most belenézek egy Enderman szemébe, én nem tudom, mit csinálok. Nézzétek meg itt a dia. Ah, te jó ég, ez mi volt? Nem tudok regenerálni, három izém van, szívem. Baszki, most egy mob is simán megölhet. De három élettel, bakker, három élettel éltem túl.